valóban szolgálatra jelentkeztem. Van egy mondat, amit Gandhi indiai politikushoz kötnek, bár valójában egy amerikai szakszervezeti vezető mondta. Ez a mondat úgy szól, hogy először nem vesznek róla tudomást, utána kinevetnek, aztán harcolnak ellened, de a végül te győzöl. Én úgy érzem, hogy ez a mondat akár rólam is szólhat. Amikor elsőnek miniszterelnök jelölté választottak, akkor senki nem foglalkozott velem. Utána, amikor ez tarthatatlanná vált, akkor kinevettek és azt mondták, hogy mit képzel magáról ez a csávó. Most küzdenek ellenem. Sok ezer óriás plakáton hadudoznak rólam. Nincs olyan nap, hogy valamelyik kormánypárti újság vagy tévécsatorna nem mondana valami újabb-újabb hazugságot rólam. De ha Gandhinak igaza volt, akkor a végül én győzök. Higgyétek el! Nem nyomultam azért, hogy miniszterelnök jelölt legyek. Ezerszer elmondtam, hogy tudom tolni, és tudom húzni is ezt a szekeret. Azt is elmondtam sokszor, hogy szívesen támogatnék mást, aki képes az ország közös ügyét nézni a sajátja helyett. Sokszor elmondtam, de nem mondom többet. Nem mondom többet, mert úgy érzem, hogy csak mi vagyunk azok, akik nem az ellenzéket akarják leváltani, hanem a kormányt. Most azt szeretném mondani mindenkinek, hogy itt vagyok, készen állok, azt kérem, hogy gyertek velem, és változtassuk meg közösen Magyarországot.